A tapolcaiakat kérdeztük Tapolcáról. Főként arról érdeklődtünk, miért szeretik városukat, de feltettük azt a kérdést is, mit változtatnának meg, ha rajtuk múlna. Többen voltak, akik egy kis gondolkodási időt kértek, tehát ha legközelebb járók előzünk Tapolcán, még több ötletet hallhatunk. Nézzük a válaszokat! Önnek mi tetszik a legjobban Tapolcán? Miért szereti ezt a várost? Hát, hogy is mondjam, az Y-házban lakok, hármasban, közel van minden bevásárlóhelység, Tesco, Aldi, Lidl, Penny, Spar, úgyhogy oké, ott van az orvosrendelő, ott van a gyerekintézet, óvoda, iskola, a kismamáknak ott van a gyerekorvos, ott van a hogy hívják, a védőnői szolgálat, helyjárat közel van. Úgyhogy köszönjük szépen, hogyha nagyon szükség, csak akkor jön be Bálvárosba, már ott helyben minden megtalálható. És hogyha ajánlani kellene valakinek ezt a várost, rokonoknak, ismerősöknek, akik ide jönnek, mit mondana nekik? Nagyon, nagyon szép a tópart, tiszta, rendezett, szép az éttermek, kedvesek a személyzet, mindenhol tóparton, fönt a Réna, a Tibinén. Úgyhogy én meg vagyok elégedve. Ha lehetne két kívánsága a város Igen. fejlesztésével kapcsolatban, akkor mit tenne itt a városban elsősorban? Mi az, ami hiányzik? Hát megmondom őszintén, hogy most ez a pandémia mindenkinek betett, és nagyon nehéz meghatározni, hogy mi az, ami ide kellene, vagy nem kellene. Inkább azt mondanám, hogy mi nem kellett volna, én nagyon örülök neki, hogy rendezik a városközpontot, szépítik. Most ebben az elterülő úttal azért egy kicsit megkeverték a közlekedést, és okoz bonyodalmakat, véleményem szerint, mert nagyon sok a balesethelyzet. Én valahogy valami jó munkahely a fiataloknak, ne vándoroljanak el a városból. Az lenne a legfontosabb véleményem szerint. A másik pedig, amit nagyon hiányolok, hogy a kórházi ellátás nem megfelelő. Azért sok az idős ember ebben a városba, és mire elviszik mentővel, Ajka, Veszprém, Keszthely, ha éppen melyik fogadja, nem biztos, hogy odaér. Az ön véleménye szerint melyek az előnyei Tapolcának? Miért szeretnek az emberek itt élni? Hát nagyon takaros város Tapolca, nekem nagyon, nagyon tetszik. Barátságos, takaros, rendezett, sok a zöld, tele virágokkal, úgyhogy nekem nagyon olyan emberbaráti. És hogyha önnek lenne lehetősége arra, hogy fejlessze ezt a várost, akkor mi lenne mondjuk az a két dolog, ami elsősorban szükséges lenne? Hát én igazán miután a koromból adódom, meg tele mindenféle bajjal, hát ezt erejé most így nem tudok önnek válaszolni, de mindig van olyan helyzet, ami további szépítésre, korszerűsítésre vár. Ezt így konkrétan, hogy mi lenne az, azt én nem tudom. Önök hogyan látják? Milyen város Tapolca? Hát jónak látjuk. És mi az, ami esetleg hiányzik? Hát talán a parkolási lehetőség inkább jobban, hogy nehezen lehet parkolni. Igazából Tapolcán vannak lehetőségek. Hát szórakozás terén lehetne esetleg bővíteni ezeket a lehetőségeket. Tehát olyan helyre gondolsz, ami a fiataloknak való? Például, igen. Például a buszmegállóval nem vagyok megelégedett, mert hogyha kész van, akkor adják át, igen. Ha nincs kész, akkor meg tessék befejezni. És most hogy látja, most milyen állapotban van? Hát az a része, amit csináltak eddig, az rendben van, csak hát pici a buszmegálló, meg nem, ide kicsi. Szerintem nagyon szerethető és élhető város. Egyre szebb lesz. Nagyon kellemes itt lenni, úgyhogy én imádok itt lakni.
És mi az, amit sokra értékel, melyek azok a szolgáltatások, vagy az utóbbi évek fejlesztései, amik fontosak önnek? Hát például nagyon sok minden megszépült, gyönyörű a tópart, szóval látszik, hogy sok minden változik, újul, legalábbis én azt látom. És hogyha lenne lehetőség, és valaki azt mondaná, hogy két dolgot megváltoztathat, vagy fejleszthet a már meglévő dolgot, akkor mi lenne az, az véleménye szerint? Mire férne rá nagyon, hogy fejleszék? Talán egy kicsit több munkahely kellene a városban, mert nagyon kevés van. Hogy ne kelljen eljárni vidékre például, nagyon kevés a munkahely. Nem kéne olyan nagy szórakozó hely, ahová lemehetnek az emberek hétvégenként egy kicsit lazulgatni, ilyenek. Most itt nincs olyan szórakozó lehetőség, ahová el tudnám menni, mint egy nagyobb városba. Azért jó ez a város, kisebb hely, most jobban tudunk itt tájékozódni, minden kicsi a hely, szeressük egymást, mindenki megszokott. Jó itt egyébként lakni, szép hely, minden. És most hova mentek szórakozni, hogyha ehhez van kedve? Keszhely vidékekre, elmegyünk inkább Zalaegerszeg, ilyen helyekre.